Idén új tervekkel kívánják folytatni fejlesztéseiket az Eger környéki települések. Noszfajona a tavalyi sikeres pályázatnak köszönhetően javában zajlik a helyi óvoda bővítése. Az intézményben új csoportszobát alakítanak ki, így plusz 30 kisgyermeket tudnak kényelmesebb 21. századi körülmények között elhelyezni. Bővül az óvodánk egy új csoportszobával, mind a gyerekek, mind a szülők, mind a pedagógusok már nagyon várjuk, hogy elkészüljön és élvezhessük az új csoportszobánk. Ahol már kényelmesen el fogunk férni. A fejlesztések segítségével a helyi életminőséget szeretnék javítani. Terveik között szerepel az óvodai játszóudvar bővítése biztonságosabb játszóeszközök beszerzése is. Köztelület karbantartásra irányuló eszközök beszerzésére adtunk még be idén pályázatot, amelyben főleg ágaprítók, lombszívók, fúrógépek vannak. Ostoros önkormányzata az elmúlt évben négy pályázatot nyújtott be a Magyar Falu program részeként, amelyből kettő sikerrel zárult. Ennek köszönhetően 30 millió forintból újult meg a Hunyadi út, 5 millió forintból pedig a helyi óvoda kerítését korszerűsítik. A temetőravartalozójának a felújítására szeretnénk benyújtani egy pályázatot, és két civil közösségünk, két egyesületünk a településen, a egyesület és a Sportegyesület fog pályázni szintén a, a programon belül a sportegyesület az új műfes pálya mellé egy konténeröltözőt szeretnénk pályázni, a polgárőr egyesület pedig egy új polgárőr autóra pályázik. Felső tárkány is folyamatosan épül, szépül. Megvalósult a Rákóczi út csapadékvíz és út felújítása. 12,5 millió forintos pályázati segítséggel beszereztek egy multifunkcionális munkagépet is. Az óvodában új játszóteret alakítottak ki, jelenleg pedig járdafelújítási program zajlik. A magyar falu program segítségével egy komplex fogorvosi székkel is gazdagodott a település. Szeretnénk még pályázni, hogyha kiírása kerül a Felsőtárkányi Ovoda tornaszoba kialakítására. Az önkormányzaton kívül az önkormányzati civil egyesületek is pályáztak. Arról tudok beszámolni, hogy a Felsőtárkányi Zenekari Egyesület egy szállítógépjármű beszerzésére nyújtott be pályázatot. A Magyar Falu program rendkívül népszerű, hiszen a támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.